Félmillió forintot vehetett át Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon kórház főigazgatója Cserna Gábor, a Fidesz Dunajvárosi szervezetének elnökétől. A pénz a párt által szervezett jótékonysági rendezvényen gyűlt össze. Mi minden évben, mint helyi politikai szervezet, a kórházi bárhoz csatlakozva áruljuk, úgymond jelképesen a forralbort, a karácsonyi ünnepeket megelőzően a Dózsa-mozi téren. És az abból a bevételből, amit ott magánszemélyek, képviselők, térségi polgármesterek támogatólag úgymond nyújtottak, abból az összejött 1,5 millió forintot a mai napon adtam át főigazgató úrnak, a helyi Fidesz szervezet elnökeként. Mészáros Lajos, a kórház főigazgatója, elsőként köszönetét fejezte ki a Fidesz helyi szervezetének az összegyűjtött adományért, majd kitért annak felhasználására. Ennek az előzménye az, hogy a kórház egy elég jelentős Európai Uniós pályázaton eszközöket, műszereket, ápolási eszközöket nyert, közel 1 milliárd forint értékben. Ezeknek egy része a szülőszoba felszerelését célozza, és ezt szeretnénk méltó környezetben elhelyezni. Sajnos ez a pályázat építészeti beruházást nem tartalmazott, és szeretnénk méltó környezetben az új szülőágyakat, az új műtőlámpákat, az új szülésfigyelő monitorokat, és még sorolhatnám, elhelyezni. Az intézmény igazgatója kiemelte a szülészet nőgyógyászati összevont osztály vezetőjének, dr. Bazsa Sándornak elmúlt másfél évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját, és az általa bevezetett újításokat. Több olyan kismama barát és baba barát módszert, mint például az újszülött anyával történő elhelyezése a kórterembe, az apás szülés, és még sorolhattam, számos családbarát és humánus körülményt tudott megteremteni, hogy a szülés a lehető legnyugodtabb intim körülmények között tudjon történni. Ezzel a szülés elvándorlás, tehát hogy más intézményekbe veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, jelentősen csökkent, és a kórházokba jönnek a területünkről. Hozzátette, az osztályon folyó szakmai munkát kívánják elismerni azzal, hogy biztosítják a megfelelő körülményeket.